Sziasztok, Tamara vagyok, ez pedig a Faltól Falig könyveslop csatornája. A mai videó egy bukol videó lesz. Irén ünnepli az Agave kiadó a 20. születésnapját, és bár én nem olvasok olyan mennyiségben szórakoztató irodalmat, hogy ez legyen a legolvasottabb kiadóm, minden esetre a zsáner kiadók közül az Agave a kedvencem, úgyhogy arra gondoltam, hogy ez alkalomból leadok egy rendelést az oldalukon, és megveszem azokat a könyveket, amikkel már régóta szemezek. Volt ebben a rendelésben egy előrendelés is, hiszen az én figyelmemet sem került el. Az a horror novella válogatás, amelynek ma magyar vonatkozása, egy nagyon örömteli magyar vonatkozása is, hiszen ebben helyet kapott Veres Attila is. És ez a kötet nem más, mint a Sötétség szavai, rémtörténetek a világ minden tájáról című könyv, ilyen élfestett, fekete éllel rendelkező könyv. Nagyon szép maga a kivitelezés is, de valószínűleg a tartalma az még jobb lesz, hiszen 20 novella szerepel benne a világ minden tájáról, ahogy a címe is ígéri, és egyik sem angol vagy angol száz szerzőtől való, szóval tényleg a cél az volt, hogy a világ minden tájáról gyűjtsék össze a horror novellákat, és nézzék meg, hogy mennyire változatos ez a műfaj is. A szerzők között egyébként nagyon sok az európai, de van közte szenegáli, illetve latin-amerikai szerző is. Valószínűleg, hogy a latin-amerikai szerzős novellákat el fogom hamarabb olvasni, de a kötet egészét én egyébként a halloweeni időszakra tartogatom majd, és akkor fogok belevágni. A másik könyv egy climate fiction, amivel már nagyon régóta szemezek, viszont elfogyott a boltokból, és meg kellett várni az utánnyomást, de végre itt van, és ez nem más, mint Kim Stanley Robinsontól a Jövő Minisztériuma. Mindenhonnan azt hallom, hogy Kim Stanley Robinson egy olyan víziót tár elénk ebben a könyvben, amit korábban a klímaváltozás kapcsán elképzelni sem tudtunk, és ami miatt engem igazán érdekel ez a könyv, az az, hogy nem a távoli jövőbe, vagy nem a következő 20 évre helyezi a cselekményt, hanem 2025-ben, amikor is az emberiség létrehozza egy olyan minisztériumot, a Jövő Minisztériumát, amelynek a feladata, hogy a jövőbeli értékeket képviselje, vagy egyfajta érdekképviseleti szervként működjön, és védelmezze az összes élőlényt a jelenben és a jövőben. A főszöveg egyébként nagyon ígéretesen fogalmaz, így szól: a teljes egészében fiktív, szemtanúk által elmesélt történet arról szól, hogy milyen hatással lesz az emberiségre a klímaváltozás a következő évtizedekben. Az egyes fejezetek nem egy kihalt, posztapokaliptikus világban játszódnak, hanem a közvetlen jövőnkben, amelyben még az is előfordulhat, hogy legyőzzük az előttünk álló rendkívüli kihívásokat. Szóval rendkívül kíváncsi vagyok erre a könyvre, elég vastag, 650 oldal körül jár, de nagyon-nagyon szeretném elolvasni. Vettem egy fantasyt is, ami talán furcsa lehet tőlem, mert nem vagyok egy nagy fantasy fogyasztó, viszont ez egy olyan könyv, amely az első között volt, amelyik a fantasy világba beemelte az afrikai kultúrát és az afrikai gyökereket, és megteremtette ezt az afrofuturizmust talán, és nagyon-nagyon sokat hallottam már erről a könyvről, és az íróról is, Esztitől, a Lux Flying Erőn csatornáról, szóval ez a könyv Nnedi Okorafortól a halál megvető. Nnedi Okorafor egy amerikai szerző, aki nigériai származású, és azt hiszem, hogy a szülei még Nigériában születtek, ő viszont már az Egyesült Államokban, és ebben a könyvében egy olyan világban vagyunk, egy posztapokaliptikus világban, ahol mindenféle törzsi háborúk dúlnak, és az egyik ilyen törzsi vérengzés során egy nő túléli a falujának teljes földi rombolását, de megerőszakolja az ottani parancsnok, és 9 hónappal később szül egy gyermeket, aki nagyon bőrszínében nagyon elüt az átlagostól, és hamar kiderül, hogy természetfeletti képességei vannak. Többet nem is nagyon tudok a történetről, de nem is nagyon érdekel, ezt is mindenféleképpen el fogom majd valamikor olvasni. Aztán lecsaptam egy olyan könyvre, amelyről nagyon keveset tudok, de már régóta fel van a radaromon, és egy magyar szerzőműve, ez pedig nem más, mint Csurgó Csabától a Kukorica, és azért van fent ez a radaromon, mert ez a János Vitéznek egy retellingje. Nagyon jutányos áron lehetett most hozzájutni a webshopban, 990 forintot fizettem érte, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó üzlet volt. Egyébként a történet az Kukorica Jancsit követi, aki egy árva fiú, és éppen megkérné Ilus kezét, viszont rábíztak valamilyen plüss állatokat, és ezt elvesztette, és ráadásul ezek a plüss állatok valamilyen ezredes lányának voltak a kedvenc játékai. Szóval Jancsi elég nagy bajban van, és innen indul a történés, de szerintem eléggé fura fordulatot fog venni a történet hamarosan, mert a főszöveg utolsó sora ez, hogy felejthetetlen utazás egy másik Magyarországon keresztül, ahol a mosolygós felszín alatt a legsötétebb borzalmak kavarognak. Ezt a könyvet azért is akarom elolvasni, mert idén ünnepeljük Petőfi születésének 200. évfordulóját, és valamilyen formában szeretnék erről megemlékezni a csatornán, szóval majd szerintem abban a videóban is fel fog ez a kukorica bukkanni, de azért ez még egy picit odébb van, ehhez pár még kell még pár könyvet olvasnom.
És az utolsó könyv, amit megvettem ebben a szülinapi akcióban, az Georges Simenontól volt, a Bűnbak, ami viszont egyértelműen Aida propaganda, hiszen ő az, aki nagyon sokat beszél Simenonról, és szinte az összes könyvét olvasta. Én viszont semmit nem olvastam tőle, úgyhogy itt az ideje megismerkedni az ő munkásságával is, de semmiképpen sem egy Magri kötettel akartam kezdeni, hanem valami mással, és ennek a Bűnbaknak fogott meg a fülszövege igazán, úgyhogy ezt választottam. A Bűnbak főhőse egy amerikai kisvárosban él, egy gimnáziumi tanár, nagyon megbecsült és elismert tagja a közösségének, viszont egy nap teljesen megváltozik az élete, mert hírbe hozzák egy büntény kapcsán, meghal valaki, azt hiszem egy nő, belhalál kapcsán. Rávetül a gyanú, vagy valami történik vele, amitől így teljesen felfordul az élete, szóval ennyit tudok a kiinduló pontot, tudom csak a könyvből, de nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen élmény lesz ez a könyv. Ezt az 5 könyvet választottam az Agave kiadó kínálatában, hogy megünnepeljem a születésnapjukat ilyen formában is. Jön majd ennek a Bookhaul videónak egy másik része, ahol az összes többi idei beszerzésemet megmutatom nektek, úgyhogy tartsatok majd akkor is velem. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, találkozunk hamarosan. Sziasztok!